Üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok! Napi első vicc. Mit csinálsz errefelé, Béla? Látod ott azt a szőkenőt? Aki éppen rágyújt. Igen, látom. Képtelen vagyok lerázni. Már lassan egy órája megy előttem. Hogy van az? Kérdi egy nő a múzeumban. Hogy csak a férfi szobrok vannak fügefa levéllel betakarva? Úgy, hogy egy női szobron nem tudta a művész, mire akasztani őket. Megy egy bamba fali az utcán, és hirtelen odalép egy busz megállóban várakozóhoz. Mondja, maga véletlenül nem Váradi Tamás? Nem kérem, nem én vagyok. Odalép a következő várakozóhoz, aki történetesen egy poénos emberke. Mondja, maga véletlenül nem a Váradi Tamás? De... én vagyok az. Emberünk szó nélkül nekiesik, össze-vissza veri. Jönnek a mentők, első segély, bekötözik, hordágyra fektetik. Amikor teszik be a mentőbe, hirtelen felül a hordágyon, és így szól. Hehe, hát nem is én vagyok a Váradi Tamás. Áll a tükör előtt egy kövér nő is kérdezi. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A tükör erre így felel. Állj odébb, mert nem látok semmit. A kamionos felvesz egy stoppos lányt. Kis idő múlva megáll az útszélén, egy elhagyatott környéken. A lány szemébe néz és azt mondja neki. Tudod, hogy a mi erőszakot 5 év börtönnel büntetik? Hát ezt meg miért mondod nekem? Csak hogy tudd, hogy mit kockáztatok. A nap végén búcsúzkodik a fiatal pár. A fiú illedelmesen odahajol a lányhoz, hogy jó ét puszit adjon neki, mire ő felháborodva felkiált. Már elnézést, de én nem teszek ilyet az első randevón. Nem, és az utolsón. A horgász horgászik a Dunában és kifogja az aranyhalat. Megszólal az aranyhal. Teljesítem 3 kívánságod, csak ne dobj vissza! Dévényi Tibi bácsi sétál a Balaton partján, amikor meglátja, hogy a parton ficánkol egy aranyhal. Oda megy, visszadobja a vízbe, és már indulna tovább, amikor megszólal a hal. Na, és a 3 kívánság? Na jó, nem bánom. Mondjad, mit kérsz? Hogyan beszéljünk magaslóról, ügyvédekkel? Az ügyvédi pálya valóban nagyon vonzó, főleg, hogyha az embert nem vették fel az orvosira. Tanárokkal. Ha egyszer nekem is csak 9 hónapot kéne dolgoznom egy évben. Festőművészekkel. A társadalomnak nagy szüksége van a festőkre, mármint a csupasz falaknál minden jobban mutat, nem? Sportolókkal. Szórakoztató lehet, hogyha valakinek ilyen hosszúra nyúlik a gyerekkora. Könyvelőkkel. Egyszer nekem is volt könyvelőm, aztán vettem egy zsebszámológépet. Politikusokkal. És a kedves mama tudja, hogy miből él a fiacskája? Külföldiekkel. A kiejtése alapján nem is hinné az ember, hogy beszéli a nyelvünket. Vízvezetékszerelőkkel. Mindig magára fogok gondolni. Valahányszor lehúzom a WC-t. Modellekkel. Hogyha így néznék ki, mint maga, hát, akkor én sem gondolkodnék. Hitler a Wehrmacht főtisztjének tart eligazítást. Egy pálcával éppen a térkép előtt a támadási útvonalat mutogatja, amikor valaki tüsszent egy hatalmasat. Ki volt az? Néma csend, mindenki rettegve néz maga elé. Azt kérdeztem, hogy ki volt az? Nem jelentkezik senki.
Butler behívja a gestapó embereit. Azonnal válasszanak ki 10 embert, és lőjék őket főbe. Kiválasztanak 10 tisztet, kiviszik őket, majd kintről lövések zaja hallatszik. Na még egyszer kérdezem, ki tüsszentett? Megint néma csend. Gyerünk, lőjenek le még 10 közülük. Ismét 10 ember, ismét lövések. Addig fogok lövetni önök közül 10 embert, amíg nem jelentkezik az, aki tüsszentett. Ekkor egy félelemtől remegő tiszt jelentkezik. Én voltam. Úgy, tehát ön tüsszentett? Igen. Egészségére. A tenyérjós rövid transz után azt mondja az ügyfelének. Uram, önre sajnos nagyon ronda halál vár. Leszúrják, megperzselik, feltrancsírozzák, megdarálják. Várjon egy percet, leveszem a disznóbőr kesztyűmet. A diszkóban táncol egy lány és egy pasi. Mielőtt megismertelek, merős hivatag volt az életem. Akkor biztosan azért táncolsz úgy, mint egy teve. Egy hajó elsüllyedt, és egy lakatlan szigetre kerültek az utasok. Minden nemzetből 2 férfi és egy nő. Egy hónap alatt a következők történtek. Az egyik olasz megölte a másikat, hogy megkapja a nőt. A franciák rengeteget szexelnek 3-osban, és boldogan élnek. A németek pontos tervet dolgoztak ki, hogy mikor melyiküké a nő. A görög férfiak együtt alszanak, a nő főz és takarít. Az angolok arra várnak, hogy valaki bemutassa nekik a nőt. A bolgárok hosszan bámulták a tengert, vetettek egy pillantást a nőre, és elmentek horgászni. A japánok faxot küldtek Tokióba, és várják az instrukciókat. Az írek felosztották a szigetet 2 részre, és pálinka főzdét készítettek. Nem emlékeznek pontosan, mi az a szex, de pár liter kókuszviszki után ez nem is lényeges. Elégedettek, mert tudják, hogy az angoloknak még egy korty viszkijük sincs, és ők nem adnak nekik. Egy fickó elhatározza, hogy ő lesz a legjobb mesterlövész a vadnyugaton. Leckéket vesz egy bárban egy öreg fickótól. Van egy pár javaslatom, ami biztos segíthet. Mondd el, kérlek. Kössed lejjebb a pisztolytáskádat a lábadon. És ettől jobb lövész leszek? Természetesen. Így is lett, majd hirtelen kihúzta a pisztolyát és lelőtte a zongorista kalapját. Na hát, hát ez tényleg működik. Mondanál még valamit? Vágd nagyobbra a pisztolytáskának, azt a részét, ahol a kakas van, így könnyebben tudod előrántani. Megtette, amit az öreg mondott, majd előrántotta a fegyverét és lelőtte vele a zongorista nyakkendőjét. Ez tényleg segített. Van még valami? Már csak egy valami. Ott van az a hordó olaj, kend be vele a pisztolyod. És? Ettől jobb lövész leszek? Nem, de amikor vaj a törp, befejezi a zongorálást, és feldugja a pisztolyod a seggedbe, akkor nem fog annyira fájni. Mi az, csíkos és indexel? Az a fresh megelőzi a fogszúvasodást. Elégedetlen vendég az étteremben. Pincér, ez az étel lehetetlen, hívja ide a szakácsot! Fölösleges uram, ő sem tudja megenni. Ennyi, hát milyen pincér maga? Már megint eltört egy pezsgős poharat. Remélem ez volt az utolsó. Nem, főnök, van még 3. Megdöglik az állatkerti gorilla.
A botrány elkerülése miatt az ápolónak kell beöltöznie a hétvégi ünnepség idejére. Megy is a dolog szépen, eszi a banánt, döngeti a mellét, a kötélen himbálódzás közben azonban véletlenül átzuhan az oroszlán ketrecébe. Ilyetten kiabálni kezd. Segítség, engedjetek ki! Az oroszlán a közelébe húzódik és halkan odaszól. Kussolj már, te hülye, a végén még kirúgnak minket. Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok!